Magyarország idén-nyáron sporttörténetének legnagyobb eseményét készül megrendezni. A világ egyik legjelentősebb sporteseményének számító atlétikai világbajnokságnak a Lágymányosi híd tőszomszédságában a Vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ lesz a helyszíne augusztus 19-e és 27-e között. Annak érdekében, hogy az érdeklődők, a helyszíre majd kilátogató szurkolók számára még közelebb hozzuk az eseményt és a sportágat, 5 részes minisorozatunkban a jelenkor magyar atlétika meghatározó alakjait kértük fel, hogy avassanak be minket, laikus nézőket, versenyszámuk, a gátfutás, a kalapácsvetés, a gyaloglás, a távolugrás és a gerelyhajítás rejtelmeibe. Itt vagyunk Debrecenben az Olá Gábor utcai atlétika pályán, ahol Kozák Luca vendégei leszünk, aki lázasan készül az idei budapesti atlétikai világbajnokságra. Luca vállalta, hogy beavat minket a gátfutás rejtelmeibe, méghozzá rendhagyó módon ő lesz az edző, én pedig a tanítvány. Tartsatok velünk! Röviden van 100 gát, férfiaknak 110 gát, valamint 400 gát, mindenhol 10 gát van. A női gát, a 100 gáton, mutatom, 83,8 cm, tehát 84 centi, és nekünk 8,5 méterre van minden gát, az első gát meg 13 méterre. Férfiaknak kicsit nehezebb dolguk van, tehát azt nem mutatom, mert az ilyen... ez a férfi 110 gát. Tehát ez már kicsit komolyabb, de nekünk azért könnyebb dolgunk van, és akik ugye 9-15-re van, tehát nekik messzebb is van nyilván, de ez a magasság ez azért magas. De nekünk tényleg könnyű dolgunk van, neked meg még könnyebb lesz, hiszen kis gáton fogjuk kezdeni. Tehát tudod mondjuk, hogy a 6. és a 7. gát között hogy kell lépned ahhoz, hogy minden rendben legyen, vagy ennyire azért nincs precízen kidolgozva a terv? A rövid gátban az a jó, hogy minden gát ugyanolyan messze van. Tehát igazából csukott szemesre lehet futni. Minden gát ugyanott van, mindig ugyanott lesz, és nem kell nagyon itt ezen nagyon gondolkozni. És nekem már teljesen magamtól jön, nem kell gondolkoznom a versenyeken. Nyilván ez nem mindig volt így, azért gyerekként ezt meg kellett tanulni, és a gát az amúgy nagyon jól ügyesít. Tehát nem csak gát, és aki szokta gátiskolázni, hiszen nagyon jó koordinációt ad. Az nem is gátfutó, gondolom, aki még nem esett egy irgalmatlan nagyot és tanult abból, nem? Ez az esésnek olyan, mint a lovaglás, ugye azt szoktam visszakerülni a lóra, itt is egyből. Nyilván én nem ilyen gáton edzek, azért ez egy viszonylag masszívabb gát, vannak kifejezetten edzőgátok, amik sokkal könnyebbek. Ennek az aljában azért van egy nagy súly, ami segíti is a borulást, viszont amin én edzek, meg ami majd te is fogsz lépkedni, annak nincsen a talpában, az nagyon könnyen borul. De ez a másik lábad volt. A legnagyobb baj az volt, hogy a bal lábadat magad alatt húztad, nem pedig szépen ki. Ezen a kis gáton meg tudod csinálni, de a nagyobb gáton beleakadsz és nem lesz jó. Viszont nem lesz baj a 3 lépéssel, jól választottam a távolságot, de még egyszer a megcsinálsz, hanem már sokkal jobb lesz. Nincs olyan amatőr gátfutás, tehát azért ez nem feltétlenül az a szakág, ez a sport, amit lehet hobbi szinten csinálni, nem tudom, hogy mennyire érezted, hogy azért ez kicsit összetettebb. Viszont szerintem ahhoz képest, hogy életedben először gátasztál, nem volt rossz egyáltalán, főleg esőben. Ami nagyon befolyásol, mint az a szél. Tehát azért egy nagyon nagy hátszél, vagy nagyon nagy szembeszél, az szét tudja szedni a mozgást, és a nagyon nagy hátszél az nem is mindig érvényes, mert ugye túl nagy segítség nekünk. De volt nekem nagyon nagy szembeszéles versenyem is, de beértem a célba. Sajnos az időjárási körülmények nem kedveztek nekünk, viszont lehetőséget kaptunk arra, hogy ezáltal beszaladjunk ide a bemelegítő futópályára. Mit kell tudni erről? Nyilván ennek megvan az előnye, meg a hátránya is. Hátránya az, hogy levegő annyira nincsen, valamint ugye hát csak lámpák vannak, természetes fény nincsen, viszont azért jobb, mint a semmi. A téli időszakban szinte mindig itt edzünk, amikor itthon vagyunk. Faltól falig 113 méter, tehát le lehet futni itt is akár egy 100 métert, de nyilván jobb kint, jobban szeretünk kint edzeni, de egy megoldás arra, hogyha ilyen rossz idő van, akkor azért mégis meg tudjuk csinálni az edzést. Egy sima síkrajtot fogunk először csinálni, ugye kaptál egy nagyon jó szöges cipőt most már, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fogsz benne futni. Igazából, ha síkfutást nézzünk, ott azt szokták mondani, hogy a legjobb sprinterek az első 30 méteren szinte lent vannak, és folyamatosan emelkedik fel a súlypontjuk, és utána meg szépen lazán futnak tovább.
Gáton ez egy kicsit más, hiszen ott ugye 13 méter van az első gát, ott már egy magas súlyponttal kell érkezni, viszont nem szabad felkapni magunkat, tehát szépen fokozatosan kell felállnunk. Akkor ha megugyunk, simán belemszerelni? Azt mondtad, már csináltál ilyet azért, hát, mert remény. Ilyet nem, akkor rosszul mondtam. Szóval csak akkor megmutatom gyorsan, hogy annyi az egész, hogy ugye belemegyünk a hajtámlába, vonal mögére tesszük a kezünket, lehet így is, így is. Nem érintheted a vonalat? Nem, vonal mögé. Ha nagyon lázadó akarsz lenni, akkor így is leteheted, tehát hogy van egy-kettő ilyen. Szóval lerakod a vonal mögé, várad az a vonalra van egy, igen, nekem ez kicsit széles, ugye? Uh-huh. Fejedet lehajtod, és vigyázz helyzetre, beleszorítod a rajtámlába magadat, és elindulsz. Úgy, igen, kicsit egyenes is ki a hátadat, dőj, vár előre, fejedet hajtsd le, nyújtsd ki a kezedet, úgy, állj fel, vigyázz helyzetbe, nyomd a lábadat, és indulj el. Milyen volt? Furcsa. Nagyon ferde vagy, egyenes is ki a csípődet. Nézd, így állsz, egyenesen. Úgy, igen. Kal kinyújt, csak a vigyázz helyzet, és... Összességen egyébként mennyire vonz az edzősködés? Egyáltalán nem. Maximum kicsikkel tudnám elképzelni magamat, de nem vonz. Azért olyan életformát élek, amit hogyha így abba hagyok, nem biztos, hogy szeretnék folytatni, és az edzőknek ugyanolyan nehéz, hogy edzőtáborba járni, versenyekre járni, folyamatosan teljesítménykényszer alatt vannak ők is, úgyhogy nekik talán még egy kicsit nehezebb is, hiszen ők kicsit tehetetlenek egy csomó esetben, úgyhogy annyira nem. De ez lehet, hogy változni fog majd a jövőben. Ez volt sorozatunk első része, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, kövessétek az Index YouTube csatornáját, és mondjátok el a véleményeteket kommentekben. Tartsatok velünk legközelebb is, akkor majd Szombathelyre látogatunk, ahol a Kalapácsvető Halász Bence vendégei leszünk majd.